Idén Budapesten rajtolt a francia körverseny után a világ második legnagyobb presztízsű kerékpáros viadala, a Giro d'Italia, az olasz kerékpáros körverseny. Magyarországon rendezték az első három etapot, mielőtt a mezőny Olaszországban folytatta volna a három hetes küzdelmet. A magyarországi etapokat hatalmas érdeklődés övezte a közönség részéről, és a helyi szervezőknek lehetőségük nyílt megmutatni Budapest és a Dunántúl szépségeit a világ tévénézőinek. A rajtnál jelen volt Novák Eduard sportminiszter is, korábban a Román Kerékpáros Szövetség elnöke, aki Facebook bejegyzésben közölte, nem csak nézni utazott oda, hanem beszélt a Giro-t szervező cég vezérigazgatójával, annak érdekében, hogy Bukarest is részese lehessen egy hasonló rajtnak. Gondoljunk mindannyian a Giro d'Italia Grande Partenza Bukarest 2024-re, zárta bejegyzését a miniszter.